Sok problémánk van, szemezgessünk belőle. Az egyik. Miért én? Miért én csináljam? <laughs> Miért én vagyok rá alkalmas? Elég vagyok erre? Miért nem más csinálja? Más okosabb vagy annak mondja magát? Más feláldozható én nem. Igaz, másnak is van gyereke, de az enyém okosabb lesz. Egyáltalán miért én, miért vagyok én, parányi vagyok, a világ nagy, miért én, változtassak a világom. Megfordul, megfordíthatjuk a problémát annak a valakinek, aki, akit nevezzünk, miért énnek, mondjuk vezeték neve miért, keresztneve én. Barátok, az csak én Csi annak van problémája, és, és ő szeretné megváltoztatni a saját életét. De látszik, hogy a saját életét hiába változtatja meg a környezet. Van nyomással rá. Természetesen a körülmények azok, azok szörnyűek, a körülmények azok rosszak, a körülmények azok megváltoztathatlanok. Akkor hogyan tudja megoldani a saját problémáját? Miért nem a körülmények oldódnak meg? Valaki oldja meg a körülményeket, és a körülmények rendben vannak, akkor én Csi, boldogan tud élni. De hát ez nem így van. A körülmények nem változnak meg. A körülmények körülmények, ez, ezért ez a nevük, és a körülmények mindig súlyosak és nagyon. Ezért nem beszézgetjük például, körülmények csinek hanem azok körülmények, súlyosak nehezek, nyomasztóak. Én csak viszont törékeny, befolyásolható, de nem eléggé. Szóval én nem gondolja úgy, hogy tud változtatni a világom. pedig nagyot téved, pont elegendően hatalmas ahhoz, hogy a világkerekét teljesen más irányba forgassa. Csak kevés a tudása. Esetleg megvan a tudása, de a tudást egyáltalán nem támogatja meg a hite. Esetleg a hite még megvan, és megvan a tudás, de a kettőt nem köti össze valamilyen remény. Valami, amit meglát magában, mint képesség. Ezért cselekvőképtelen lesz. Nem tud mit tenni. Csak ott vannak a körülmények, ott van ő, és ott van az ő saját baja. Persze az a saját baja nem csak az ő baja, az mások baja is. De az nem érdekes neki. Az ő baját oldja meg valaki, mert ő kicsi hozzá. Más biztos nagyobb hozzá. Vagy a nagyok, akiket nagynak gondol, azok oldják meg. Ha más nem, akkor a jó Isten. De valaki oldja meg. De a világ nem így működik. A világ úgy működik, hogy van egy rendszer. Hogy milyen ez a rendszer, nem hinném, hogy ember egyszer meg fogja érteni. Ki milyen képességekkel rendelkezik, annál többet megérthet belőle, de hogy a teljeset felfogja és megértse, az biztos nem fog megtörténni. Az már nem ember lesz. Tehát fogadjuk el, hogy rendszer. Ezt látjuk, ezt tapasztaljuk. Az, hogy most ez a rendszer magától született, vagy valaki megalkotta, vagy ez a rendszer nem is valós, hanem csak egy virtuális, és mi valósnak éljük meg, de a valóságban is virtuális világokat hozunk létre, ami teljesen valós érzéseket keltenek, amiből egy virtuális valóság jön majd ki, és mindezt egy szemüvegen keresztül fogjuk tudni nézni, és az fog hatni, és nem is mi vagyunk a valóság, hanem a szemüvegben lévő, leprogramozott szoftver, hát ez is kúra mindegy. Az a lényeg, hogy az is egy rendszer. Tehát biztos, hogy egy rendszerben vagyunk. Látjuk, hogy valamit elmozdítunk, és annak törvényszerűségei vannak, hogy hogyan változik és megy végig a folyamat a környezetben. Hát ezért is gondoljuk azt, hogy ha én, mint kis ember teszek egy lépést, attól még a nagyvilág pont ugyanúgy fog kinézni. De hát ez tévedés. Ez nem így van. Ebben lehet hinni, hogy nem így van, és lehet elővenni a tudomány jelenlegi álláspontját, mondjuk a valós álláspontokat, tehát nem a politikailag elismert álláspontokat, vagy hajkurászott álláspontokat, hanem amit tényleg a matematika már leírt, amit nem lehet csak úgy megváltoztatni, mert a számok kihozzák az eredményt, hogy ez így működik. Hát ilyen felfedezés, feltételezés, nem feltétlen bizonyíték, de ilyen feltételezés az, hogy a világnak van egy, hogy megfigyelés, egy, egy, jellegzetessége, ez a fraktál jelleg például. A fraktál jelleg szörnyen hangzik, ennél sokkal egyszerűbb, de ha mélységében bele akarunk tekinteni, akkor magasfokú matematikai képzettséget igényel a megértése. De az egyszerűség szintjén haladhatunk, és ott megfigyelhetünk sok mindent. Rengeteg képkering a, a, az interneten, rengeteg videó, videó készült már erről. Tehát ez egy olyan, egy olyan emészthető formában megjelenő, bárki számára emészthető formában megjelenő információ, ez a fraktál jelleg. Összevonják ezt a Fibonacci számokkal, össze szokták hozni a, az aranymetszés szabályjal, tehát a harmónia törvényeivel. És a lényege ennek az egésznek az, hogy a világban van egyfajta ismétlődés. És ez az ismétlődés nem úgy történik, hogy ahogy élünk, itt ismétlődnek a dolgok, hanem úgy történik, hogy ahogy élünk, azt nézzük egyfajta szemmel, nagyon idézőjelbe, és még egyszer nagyon idézőjelben, egy szinten, ezt majd a magyarázathoz fontos, csak nehogy félreértsük, hogy a világban szintek vannak, hanem ez csak a szemlélet, hogy milyen bonyolultsággal nézzük a világot, csak arra vonatkozik a szint, egyéb szintek nincsenek. Tehát nézzük egyfajta szinten, és ezen, ezen a szinten nem lesznek ismétlődések. Ezen a szinten nem fogunk olyat észrevenni, ami reményt adhat a változásban. Ha egy nagyon egyszerű fraktált akarok felrajzolni, akkor az egyik fraktál lehet az, hogy minden, ami létezik, az lesz a, a fraktál, az egy függvény alapján működő dolog, és ha ezt a függvényt elkezdjük futtatni, akkor ugyanaz, törvényszerűség jön ki. Tehát például van egy pálcikánk, és az a függvény, hogy minden, ami létező, az megduplázódik, osztódik, így is mondhatjuk. Ami azt jelenti, hogy a következő szint, akkor így néz ki a következő szint, azért látszik rossz, hogy ne derüljön ki, hogy csúnyán rajzolok. Így jó? Így jó. Ez egy egyszerű fraktál jelleg. Egy másik egyszerű fraktál jelleg. Az a függvény, hogy minden oldalt megfelezünk és összekötjük a pontokat. azt látjuk, hogy ismétlődnek a különböző szinteken. Ez egyik szint, ez a másik szint, tehát a világ megismétli magát. Nem az események ismétlik meg magukat, hanem a világ ugyanúgy néz ki különböző szinteken. És ha megnézzük ezt, akkor ez azonos lesz ezzel. Tehát azonosságok jönnek létre. Megfigyelték azt, hogy ha van egy bonyolult partszakasz, itt a Föld, itt a Tenger, akkor van egy forma, és hogyha kiszednek a partszakaszból egy részt, akkor az pontosan ugyanazt a formát fogja kiadni. Megfigyelték a karfiolt, a karfiónak van egy rajzolata, de ha belenagyítanak, akkor ott is létrejön ugyanaz a rajzolat. Vannak ilyen fraktál függvények, amilyen furcsa alakú, alakú most hirtelen elfejtettem, hogy hogy hívják a leghíresebbet. Ezeket ki lehet keresni, ott teljesen jól érthető, hogy ha nézzük apró részleteiben azt a képet, akkor nem látunk sem, nem veszünk észre semmit, de ha belenagyítunk egy részébe, akkor ott észreveszünk, hogy ugyanúgy néz ki, mint a nagy kép. Ez a fraktál jelleg. Miért érdekes ez nekünk? Azért, mert mi az életünket úgy nézzük, hogy itt létezünk, és vannak barátaink, társaink, ez van, az van, egy csomó minden van. És ebben léteznek a problémáink. És ha megkeressük azt, hogy hogyan lehet ezt megoldani, akkor azt látjuk, hogy nálunk vagy kisebb dolgok vannak, vagy nagyobb dolgok vannak, vagy azonos dolgok vannak. De a problémáink azok, mint nagyobb dolgok. A kisebb dolgok nem a problémáink, mert a kisebb dolgokat eltapossuk kegyetlenül, pont úgy, ahogy siránkozunk, ha minket eltaposnak a nagyobbak. De ha nem ezt nézzük, és nem az életünket nézzük, hanem képesek vagyunk elvonatkoztatni az életünktől, és sokkal nagyobb léptékben nézni a dolgokat. Vagy képesek vagyunk a másik irányba lemenni, és hajlandóak vagyunk a kisebb világot megnézni, akkor felfedezhetjük azt, hogy az, ami itt történik, az történik nagyban is. És az történik kicsiben is a fraktál jelleg megmutatja a világról azt, hogy a világnak egy olyan jellegzetessége van, hogy a mikro és a makro világ azonosságokat rejt. Ez azt jelenti, hogy látjuk a nagy univerzumot, és azt mondjuk, hogy hát ezt nem lehet megváltoztatni. Holott, ha látjuk a nagy univerzumot, és látjuk a valóságot magunkról, kiderül, hogy ugyanaz. Ez egy nagyon fontos tény. Ez egy fantasztikus felfedezés. Miért fontos ez? Azért, mert ha ugyanaz, akkor mi változtat meg mit? Ha az én kapcsolatom egy másik emberrel, amiben problémák vannak, létező a világban, az azt jelenti, hogy a mikrovilágban és a makrovilágban szintén létező párja kell legyen. A nagyvilágban párja kell legyen meg a kicsiben is. Ráadásul a fraktál jelleg az nem úgy van, hogy egy szinten lejjebb és egy szinten feljebb, hanem végtelen szintig megyünk a mikro, és végtelen szintig a makrovilágban. Nincs határ. Mindig a végtelen a jelző. Legalábbis egész addig az lesz, amíg nem fedezzük fel, hogy van határ mert ezt a végtelent még nem fogjuk föl, csak elfogadjuk, mint egy axióma, De erre vannak elméletek, hogy a végtelen hogy létezik, csak, csak ezt most elfogadjuk így, tehát, hogy egyszerű legyen a dolog, így végtelennek hívjuk. A lényeg számunkra az, hogy megszámlálhatatlan szintek vannak. Nincs olyan tehát, hogy ezen a szinten élek, vagy azon a szinten élek. Te ezt a szintet érzékeled. De nem csak itt élsz. Mert ha az, ami itt van, az létezik a makro és a mikrovilágban, az azt jelenti, ha te itt létezel, akkor te is létezel ott. Csak teljesen másképp. Akkor te nem vagy kicsi. Akkor te olyan vagy, mint egy univerzum. Akkor ha te megváltozol, akkor törvényszerű, hogy ott is változni kell. Mert nem úgy íródik a egyenlet hogy csak itt lehet változtatni, és aztán változik minden, hanem bárhol változik valami, minden hozzá kell változom, mert azonosságról van szó. Az azt jelenti, ha itt változtatsz, visszamenőleg meg fog változni minden. Mert ez egyetlen egy rendszer. Tehát, ha te lépsz egyet jobbra, akkor valahol az univerzumban valami elmozdul jobbra. Ha az univerzumban valami elmozdul balra, te el fogsz lépni balra. Bebizonyíthatod bárkinek, hogy a saját ötletedből fakadóan tetted ezt. De ez egy fasság. Nincsenek saját ötleteid. Van az univerzum, és van annak a működése. Az, hogy neked, milyen folyamatokon keresztül jön létre az, hogy te megtedd a lépést, az egy teljesen más kérdés. Mint az is, hogy te nem fogsz tudni jobbra lépni, ha a többi szinteken nincs hely jobbra elmozdulni. Akkor neked nem lesz lehetőséged Jobbra elmozdulni, ami nem úgy fog megtörténni, hogy itt lesz egy fal, és nem tudsz elmozdulni, hanem soha az életben nem jut eszedbe innen jobbra lépni, kizárólag balra. Ez korra jó. Ez remény. Ezzel lehet kezdeni valamit. Tehát fontos, hogy létezik Fontos, hogy megértsük, hogy ezzel, ezzel mi rendelkezünk. Ez olyan, mint hogy valakinek áll a garázsban egy autója, és ő sír a nagyszobába, hogy nem tud lemenni a másik városba, mert, mert nincs autója. És akkor azt mondja neki a szomszéd, hogy kurva anyád, van egy autó a szomszédban, vagyis a garázsodban. Nem, nem, nincs, nem hiszek benne, hogy van ott egy de van de nem hiszek benne. Menj már ki a garázsba, de nem hiszek benne. De menj ki a garázsba, ki megy a garázsba, ott egy autó, Á, az nem lehet itt. De értsük meg, hogy, hogy az, ami az életünkben van, és közvetlen itt van körülöttünk, azokkal ugyanúgy, hogy természetes. Itt a szék, az akkor itt a szék. De ha a világról mondom azt, hogy neked van lehetőséged, ez és ez, azt te nem fogod látni azt neked el kell hinned. Egész addig, amíg a cselekvéseiden keresztül számodra nem egyértelmű, hogy az egy létező lehetőség. Tehát már bizonyíték erejük kézzel fogható. Bár az eredményeket fogod mindig látni, és nem azt, hogy hogy történik. De a sok-sok eredmény után egyszer csak kirajzolódik valami, amit nem lehet látni szemmel, nem tudsz így megfogni kézzel, mégis kialakul benned valami, amik konkrétá teszi, konkrétan meg tudod fogni, és bármikor elő tudod idézni, és bármikor elő tudod venni, pontosan ugyanúgy, mint a kést és a villát a fiókból a konyhában. Maximum a mosatlanban van. De létezik. Ez egy ilyen dolog. Az a célod, hogy elérj valamit. Az a célod, hogy változtass. A változás nem annyira egyszerű. A változás azt már megtapasztaltuk. Azt, hogy változtatni kell az életünkön, ez szinte minden egyes esetben fájdalommal jár. Mindig. Még akkor is, hogyha jó dolog történik, akkor is valamiről le, le kell mondani. Hogy, hogy, hogy itt van, tessék, utazz el, hova? Maldívra. Jaj, de jó, köszike, kutyának is van repjegy. Apát faszát van a kutyának repjegy. Menjél el Maldívra, a kutya kurvára nem fogja felfogni, hogy ott bugyog a tenger a lábadnál. Neki rohadt mindegy, megkapja a csontot, és kész. Hidd el, nem beszélgetnek kint teli holdnál a kerítésen a másik kutyával, hogy Hát, val, 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 Maldiv, val, val Maldiv, val, 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 Maldiv. Nézd, milyen fehér a hóna, majd nem kéne már Nem beszélnek ilyenekről. De te, ha nem, kutya nélkül nem megyek. Na szóval, ha jó dolog történik, még akkor is tudunk magunknak fájdalmat okozni. Túl a dolgokat. De ez tök normális, ez, ez rendben van, valamihez ragaszkodunk, és hirtelen jön egy új lehetőség, és az új lehetőségben nem fér bele minden régi. Ez jelenti a változást. Mert hogyha belefér az összes régi, úgy, ahogy van, akkor mi változik? Laksz egy házban. Ránézel a bútorra, az a nagymamától van. Ránézel a lavorra, abban még a nagypapa mosta a seggét építesz egy kacsalában forgó palotát, viszed a lavort úgy, el nem mosod el, mert nagyapára emlékeztet. Még érzed a szagát. Viszed a szekrét is. Abban meg a nagymama van. Azt is viszed, mert az őszaka is fontos. Berakod az új házban. Mi változott? Semmi. Akkor változik, hogyha a régi dolgok maradnak a múltban. És még nem is kell kacsarában forgó ház. Elég csak a meglévőt kitakarítani. Elég csak ott változásokat elérni. Elég csak lefesteni, vagy bármit csinálni, átrendezni. Elég ha csak másképp érz benne. És akkor változás történt. Tehát a változás az mindig eltörli azt, ami volt. De hát a változás nem annyira egyszerű. Gondoljuk mi. Pedig változni azért mégiscsak egyszerű. Gondolják a tudósok. Na persze bonyolultan van leírva. De a bonyolult leírás előbb-utóbb mindig halad abba az irányba, hogy az emberek számára emészhető legyen és könnyen átadható legyen. Ezért megpróbálnak törvényszerűségeket felállítani érthető definíciókat felállítani. Ez most nem a fizika órán visszamondó definíciók, azok nem érthetőek, az egyes. Hanem így, amit így a köznyelvel kezd használni. Persze azok egy kicsit torzítanak, de valahol igazak. Tehát a mélységében meg lehet érteni őket. És a változást is már le tudták írni, hogy hogy változik a világ. És ennek van szintén, mivel ez egy rendszer, tehát nem úgy van a világban a változás, hogy minden különböző módon változik, hanem ez egy rendszer, tehát egyformán változik, csak különböző színekben fog majd pompázni az a változás. Tehát hogy változtatom meg a színpadot? Ugye úgy, hogy berakok ezt, berakok azt, berakok azt, berakok azt, hát ez egy bonyolult, sok mindent kell berakni, de nem minden kell megfogalmazni a változást. A változást egyetlen dologgal kell megfogalmazni, berakok valamit. Nem ezt, azt, amast, nem konkrétumokban, hanem az egyetlen közös ponton keresztül kell megfogalmazni. Tehát, ha változtatni akarok, akkor nem kell megneveznem, hogy mit, hanem csak mindig elmozdítok valamit. Mozgatok. És változás történt. A mozgatás mértéke meg fogja határozni a változás mértékét. Tehát egyértelmű, hogy a változásnak közel lesz a mozgáshoz, a mozgás viszont az élő szervezet számára, meg nem az élő szervezet számára, követel valamilyen felkészültséget. Például, hogy legyen energiám mozogni. Nem beszélve arról, hogy mozgat. Oké, okay, van energiám mozgatni. Itt vagyok, és baromi erős vagyok, bármit elmozgatok. Látszik is. De nem mozgatok el semmit. Miért nem mozgatok el? Mert csak rohadt nagy erőm van. Még a hangom is mélyebb lett. Akkora erőm van. És most már sokkal több hónajször tud nőni. Mert van helye. De mi nincs? Miért nem változik semmi? Buzi nagy erőm van. Miért nem változik semmi? Mi nincs? Nem tudom, hogy hívják. Mert nincs ész. Hallottam róla. Nincs ész, nincs információ. Hova tegyem, hogy megváltozzon az egész? Ugye most, ha azt nézzük, hogy én ide ülök, akkor ez egy hasznos dolog. De van. Van erőm, nincs eszem. Ide ülök. Egyébként ez is hasznos, tudok fikázni, meg mit nem fél, meg, meg tíz óra iszhatok, és nem látja senki. De ha van egy kis eszem, akkor még előadás is tudok tartani. Ha már itt tartunk. Na, ezt rajzoltam közben, amíg hátul voltam. Szóval kell információ. Tehát mozgás kell, és a mozgáshoz kell információ és energia. Ezért a mozgáson keresztül, és a mozgáshoz szükséges információn és energián keresztül leírhatom a változást. Ha ezt leírom, nem tudod, hogy mit kell tegyél. Miért nem? Mert nincs benne konkrétum. Nem azt a változást írtam le, hogy hogyan legyél szebb, hogyan legyél okosabb, hogyan legyél boldogabb, hanem azt, hogy hogyan változik a világ. Ami azt jelenti, hogy ha szebb akarsz lenni, akkor ugyanezt kell csinálnod, ha okosabb kell, akarsz lenni, ugyanezt kell csinálnod, ha magasabb, akkor ugyanezt kell csinálni, ha máshol akarsz lenni, ugyanezt kell csinálni, ha valami meg kell formálódjon, ugyanezt kell csinálni. Nem tudok válaszolni. Ezért megalkottak egy koordináta rendszert, amelyben a változást rajzolják le. Hogy hogyan változik a világ. Ez a bonyolult rendszerek változásának univerzális modellje. Érthetőben liderfáló modell. Egészen érthetően ö, ez szerint kell változ. És mindenre igaz. Tehát a liderfall modellben legalább két szereplőt jelenítenek meg, és egy kölcsönhatást. Ez az alapja annak, hogy változás történjen. Sokáig kutatták azt, hogy mi lehet a harmóniának a titka. Azt megfigyelték, hogy ahol harmónia van, ott van változás. Ahol van harmónia, ott van nem csak változás, hanem még fejlődés is van, és ez már egy fontos lépés számunkra, hogy van fejlődés. Tehát, amit ma nem tudtam csinálni, holnap meg tudom csinálni. És holnap után is meg fogom tudni csinálni, nem fog visszafejlődni. Ez a fejlődés. Ha változik valami, és holnap ugyanúgy nem tudom megcsinálni, akkor nem fejlődtem. Akkor nem változott igazából semmi, igazából csak az változott, hogy arrébb raktunk egy bútordarabot, de valójában nem változott semmi, csak máshol van az a bútordarab. A változás az, az viselkedési változást fog hozni, új lehetőségeket. Tehát a fejlődés, bocsánat, az fogja hozni ezt. A harmóniát, ahogy kutatták, mindig azt nézték, hogy megfigyeltek egy elemet, és egyszerűen nem jött össze a modell. Egész addig, amíg valaki nem kezdett megfigyelni kettő elemet. És megfigyelte az, hogy minden változáshoz és minden fejlődéshez legalább kettő szereplő kell. És amikor a két szereplőt kezdték figyelni, és mindent lecsupaszítottak, és csak figyelembe vettek egy tehát nem bonyolították a valóságban jelenlévő rengetegféle kölcsönhatásra, hanem csak egyetlen egy kölcsönhatást vettek figyelembe, azonnal le lehetett írni papírra, hogy hogyan változik a világ. Le van egyszerűsített. egyszerűsített. Tehát ez nem a fejlődésnek a leírása, hanem a fejlődésnek a univerzális modellje. Minden, ami a világban van, e szerint fejlődik. Minden. Ha hátra dobsz egy almamagot, e szerint fog kikelni a földből a fa. Ha találkozol valakivel, e fog a kapcsolatotok fejlődni. Ha csinálsz valamit, e szerint fog eredmény születni belőle. Ha nem csinálsz valamit, e szerint leszel boldogtalan. Mindenre ez igaz. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogyha mindenre jó, akkor semmire jó, se jó, hanem ez leír mindent. Egy leegyszerűsített modell. Bonyolult a modell, de mi majd csak egy részét fogjuk most felhasználni, mert kevés az idő. Csak azért, hogy megértsük, hogy mit kell csinálni. A modell azt írja le, hogy van egy A és van egy B szereplő, és A és B szereplőnél feltétel, hogy legyen potenciál különbség. A potenciál különbség például a képességekben is megjelenik, az egyiknek van nagy potenciálja, a másiknak nincs potenciálja, és ez is feltétel. Mert ha kiegyenlített a potenciál, nem történik semmi. Ezt már ismerjük. Két pont között nincs feszültség, nem történik áramlás. Ha két pont között feszültségkülönbség van, áramlás jön létre. Ez az összes kölcsönhatásnál így működik. Ettől függetlenül hatnak egymásra, csak áramlás nem jön létre. Tehát itt csak egyetlen egy kölcsönhatást veszünk, és nem nevezzük meg a kölcsönhatást, és azt veszük figyelembe, hogy az egyiknek van plusz potenciálja plusz képessége. És ezt a plusz potenciált, ezt a plusz képességet ábrázoljuk a koordináta rendszer Y tengelyén. Az X tengelyén pedig az időt ábrázoljuk. E szerint elkezdenek különböző módon viselkedni. Szintén feltétel. A harmónia feltétele, hogy különböző módon viselkedjen, különböző képességű, különböző potenciálú két szereplő. És a kölcsönhatás azért fontos, mert ez írja le, hogy egymásra hatnak. Tehát nem csak úgy az egyik csinál valamit, és a másik csinál valamit, hanem közöttük van kapcsolat, van hatás. Egymásra hatás, ez azt jelenti, hogy soha nem létezik olyan, hogy csak én hatok oda, mindig van visszahatás, Pontosabban kölcsönhatás, mert időben ez egyszerre történik meg. Így az egyik elkezd viselkedni, és mivel plusz potenciája van, sokkal nagyobb erővel kezd viselkedni a találkozási pontnál. Az első feltétel, hogy találkoznak, és a találkozási pontnál mind a kettő elkezd valahogy viselkedni, és ez különböző legyen. Ehhez kell a potenciálkülönbség mert az egyik nagy energiát fektet be, és a folyamatot elkezdi felfelé húzni, a másik viszont ezt fogja majd követni. Mert hat az A B-re azzal, hogy nagy ereje van, és elmozdul. B pedig erre a hatásra fog elmozdulni, tehetetlenségében. Nem azért tehetetlen, mert tehetetlen semmire kellő, hanem azért, mert neki tehetetlensége van abban, a témában. És ezért ő elmozdul. Ez a szakasz, és innentől lényeges, amit szeretnék mondani, nem fogom bonyolítani az egész ábrát, ez a szakasz egy energetikai szakasz. Tehát, ha változást akarsz az életben, az első, hogy bedobod az erőt. Energiát közölsz a folyamatba és van energia, és majd lesz irány, az később kiderül, akkor lesz erő. Tehát valamire fogsz haladni. Ha nem raksz be erőt, nem lesz változás. Tehát nem létezik olyan változás, hogy te ülsz a fotelbe, és megnézed a reklámot, és megváltozik az életed. Nem fog megváltozni. Sőt, egy tíz évados sorozattól sem fog megváltozni az életed. Még attól sem fog megváltozni, ha minden nap kimész egy padra, és leülsz, és ott nézed a tájat. Nem fog megváltozni, csak akkor, ha energiát közölsz a környezettel. Akkor megváltozhat. Mert ha nem adsz le a meglévőből, vagy nem veszel fel a körülötted meglévőből, akkor nem lesz változás. Le is kell adni? Fel is kell venni. Hogy leadsz vagy felvesz, attól függ, hogy á vagy B leszel. Hogy milyen, milyen módon fogsz fejlődni. Úgy fogsz fejlődni, hogy te adsz, vagy úgy fogsz fejlődni, hogy te kapsz. Az egyik nem ellentéte a másiknak, hanem az egyik ilyen, a másik olyan, és ez a két fajta van. Ez a két lehetőséget van a fejlődése. Te fejlődhetsz úgy, hogy csak kapsz, akkor te mindig tanuló vagy. Fejlődhetsz úgy, hogy csak az, akkor te mindig tanító vagy. És fejlődhetsz úgy is, hogy adsz is, kapsz is. És hol ez vagy, hol az vagy. Vagy akár egyszerre, mert több folyamat van, több felé fejlődsz. Több folyamat által. De a lényeg az, hogy az egyes szakasz energetikai szakasz, ami ez a szakasz. Ez egy diktatórikus rendszer. Nem érdekel, hogy mit szól hozzá a szék, én arrébb teszem. Ha én megvárom, hogy mit szól hozzá a szék, fáradja arrébb, esetleg segíthetek. Sándor vagyok. Nincs neved, nem baj. Bírom én a gyűrődést. Kommunikálhatok én vele, nem fog történni semmi. Ugyanezt történik egy élőlényel is. Ha nincs kapcsolatunk, hiába mondom neki, hogy mi legyen. Nem fogja megtenni. Ezért az első lépés az, hogy lépek. Én leszek az agresszor. Akciót kezdeményezek. És ő reagálni fog. Reakciót fog adni. Tehát én lépek arra, amerre kell, és ő ezt követi. Egy feltétellel fogja követni, ha én olyat lépek, ami neki szükséges. És lehetséges. Ha én olyat lépek, ami neki nem szükséges, és nem lehetséges, ő lehet, hogy kilendül felém, de vissza is fog menni, mert nincs kapcsolat, mert én nekem nincs azonosságom felé. Én csak akkor tudok ilyen lépést tenni, hogy hatással legyek rá, ha van azonosságom vele. Az azonosság meg nagyon egyszerű. Én élek kurva jól, ő meg nagyon szarul, és oda megyek, és az, hogy én neked segítek, gyere, és megfogom, berakom a jó helyre, és az meg ott fog állni, és nem fog tudni semmit csinálni, és szépen visszakullog a szar életébe. Legyen ez szó Egészségről legyen szó, pénzről, bármiről, ez fog történni. Akkor fogok tudni segíteni neki, ha meglátom, hogy szar az élete, és oda megyek hozzá, és élem a szar életét. Pont úgy, ahogy ő, pont úgy meg megszenvedem az egészet. És amikor ott vagyok, van kapcsolat, akkor fölismer engem, hogy hm, van valami közös bennünk. És amikor ez megvan, hogy van valami közös bennünk. Ebben a pillanatban fogom magam, arrébb lépek, és megfogom őt, és arrébb húzom. És még mindig van valami közös bennünk, de már kezdem áthúzni az én jó életembe. És ő nem fog visszamenni. Mert nem ez az egyetlen, a szar élete, ami ismert számára, hanem most már megismerte az én életemnek egy pici részét. És ott vagyok én, mint azonosság neki. Ezért ott fog maradni velem. Ebben a pillanatban megjelenik az információ. És ez a szakasz arról szól, hogy én még mindig fogom őt erősen, és viszem be abba az életbe, ami neki szükséges, mert azt ő már megszokta, csak szenvedi. És nem volt képessége onnan kimenni. Ezt meg nem tudja elérni nélkülem, mert nem tud bemenni egy idegen világba. Csak úgy, hogy ha abból a világból valaki kinyúl érte. Ő soha nem tud ide lépni egyedül. És ő fog jönni velem, de már van információ, mert fölfogta, hogy az ott nem volt nagyon jó, ez itt most valami reményt ad, ez, ebben van valami, most kezd változni valami, valami többet kapok, és itt is van azonosságom, az, aki itt van, az ott is volt, tehát van bizalmam, és innentől kezdve gondolkodik, van információ. De nem ez fog hatni a legerősebben. Van energia, az már eleve megvan, növekszünk, és növekszik az, az információs szint, de még mindig nem az információ a döntő, még az energetikai szempont a döntő, még mindig keményen meg kell fognom, és cipelnem kell őt, csak ő már megérti. Hogy ez már nem diktatúra, ő már akarja. És mert ő akarja, én gyengítem a fogást. Elkezdem lazábban kezelni az egészet. Kezdem az energetikai részből visszavenni, és ő belerakja a saját energiáját. Amennyit ő belerak, én annyit csökkenthetek eljutunk a harmadik részre, ahol megvan a felismerés után az, hogy ő már valamivel rendelkezhet, ezzel már tud valamit csinálni, most itt van ebben az új világban, már egyáltalán nem akar oda visszamenni, ő ebben az új világban már tud csinálni dolgokat, mert már velem együtt csinált, tehát van már tapasztalata, és a fejébe megszületik, mert már sok információ jött, mert egyre több információ jön, minél kevesebb energiát rakok bele, helyébe információ fog jönni, mert az energia átalakul információvá, és ő saját maga elkezd növekedni, saját maga rakja be az energiát méghozzá, hatalmas sebességgel, én meg hatalmas sebességgel adok neki helyet, mert a rendszer csak egyetlen egy energetikai. Mértéket tud elfogadni. És ez a közös energetikai mértékünk. Ha én még több energiát raknék bele, akkor ő már nem tud belerakni energiát a közös rendszerünkbe, a rendszer szétesik. Ezért, ha ő berakja az energiát, nekem le kell vennem az energiát ahhoz, hogy konstans, állandó maximum érhető, elérhető legyen. Így, ahogy ő nő, én úgy Csökkentem a részvételemet a folyamatban, és ez már azt jelenti, hogy ő saját fejéből kezd megfigyelés alapján növekedni, növekszik az információs rész, és megváltozik, átalakul egy találkozási ponton az egész rendszerünk, már nem energia lényegű és mellékesen információs rendszer lesz, hanem információ lényegű, és másodlagosan energetikai rendszerré. Már nekem nem kell erőlködnöm. Már ő kopog be, hogy Sándor ébresztő, gyere tanítani. Már nem én kopogok, hogy hát nézd, van ez az EOS dolog, tudod, jobb lesz az életed. Mi az EOS 245. előadás, csak a te életedbe, az enyémbe a 4 milliómodig. Hanem ő akar csinálni valamit. Sőt, saját ötletei vannak. Egész addig, amíg elérjük a negyedik szakaszt. A negyedik szakaszban ő már önálló utakat fog élni, fölépíteni, és én nekem már csak figyelnem kell. És néha odaintek, hogy nem jobbra-balra. És akkor ő hallgat rám, hogy Oké, okay, balra. És látja, hogy balra jobb. Mármint nem jobb, balra, hanem lesz. Tehát átléptünk egy tiszta információs zónába. Itt már semmit nem rakok hozzá, ami energetikai. Ülök a székben és figyelek. Felügyelem. Nem szólok bele, hogy a gyerekei mit csinálnak otthon. Ők már 21-en elmúltak. Információs zónában vagyunk. Nem viszek oda valamit kéretlenül. Nem fogom meg a kezét és viszem valahova. Maximum ő szól, hogy hozol valamit. Eljössz ide. Elmegyünk együtt. Megbeszéljük együtt. Megcsináljuk együtt. Rendben. Mit mondjak neki? Ezt mond neki. Mondjam ezt neki? Ne, azt nem mond. Oké, akkor ezt mondjam neki? Ezt mond neki. Ezt mondom neki. Ezelőtt öt évvel nem így volt. Ezelőtt, apa, ez a probléma. Rendben, bemegyek el, intézem. Menjük együtt, intézzük el. Apa, ne így mond. Bízzál bennem, elmondom, figyeld meg, meg tudod csinálni, majd te is. Most már nincs ilyen. Én messziről figyelem az egészet. Ők építik föl. A probléma nem úgy vetődik föl, hogy apa, ezt csináltuk együtt, akkor most mi a következő lépés? Hanem apa, ezt és ezt csináltam, ide és ide jutottam, hú, az meg én nem értem, de mondja tovább. És akkor most mi legyen a következő lépés? Hát, izé, B. Persze átgondolom, és B, megcsinálja a B-t, és a B bejön neki. De én már nem csinálok semmit. Ez az információs szakasz. Ezt nagyon sokan elbasszák, szülők. Nagyon sokan elrontják tárgyalásban. Tárgyalásnál eljutunk egy bizonyos pontig, ahol már rég megvette a terméket az a másik, de én még Kimegyek egy rekeszt sörért, és behozom, hogy nézd meg, meg ezt a rekeszt sört is megkapod, ha megveszed az atomerőművet. Nézd, itt vannak a kalacsnyikovok is, ha megveszed az atomerőművet. És az atomerőművet már rég építik, már rég ellopták az összes nyugdíjat mindenkitől, hogy fölépíthessék. Már rég meg van véve, de az még tukmája. Ott már nem ez van. Tárgyalásnál már mindent előkészítettél, te már csak leülsz, és ő csak mondja saját magától, hogy ezzel a termékkel ezt fogja csinálni, meg azt fogja csinálni, te meg csak nézel. Tényleg ilyeneket is lehet vele csinálni, meg olyat is lehet vele csinálni. Hát ezt kigondoltam, föl is írom, mert legközelebb ezt is elmondom egy másik ügyfélnek. És egyszer csak lezárodik a tárgyalás úgy, hogy vásárolt. Egyszer csak a gyerek ott van a saját sikerével. És nem kell azt mondani, hogy Édes apám segített, és ő, ő miatta van ez az egész, hanem ő csinálta meg. Az ő tehetségére épül, ő fejlődött oda. Ez az ő eredménye. Én csak pelenkáztam. Anno. Ez a negyedik szakasz. Ez itt is így van. Elmondom, hogy mi, hogy van, aztán később tavaly a mesterkúzuson, mert ezt az ábrát tettük végig egy éven keresztül, lehetett látni, hogy én az utolsó hónapokban ültem, és ha valaki nem csinálta magától, tehetetlen voltam. Én már nem csinálhatom. Ha valaki nem jött ide ki, és nem halt meg saját maga, én már nem öltem meg. Az első három hónapban szívesen megöltem bárkit. Túlórában is de a végén már nem. A végén már mindenki magát, magától kell eltalálja, hogy mekkorát kell belerakni, mennyi energiát kell belerakni, és nem keveset, sokkal többet, mint amit én beleraktam. Mert én csak eddig megyek. Innen neki kell menni. Ebből annyit kell megjegyezni, hogy minden folyamat négy szakaszból áll. Minden folyamat. A természetben is. tavasz, nyár, ősz, tél. Tavasszal ott van a rengeteg energia. Mindent feltölt a természet. Elkezdenek duzzadni a magok. Elkezdenek duzzadni a rügyek. Minden telítődik. Minden csak telítődik. Csak energetikailag jön föl. Jön a nyár, elkezd kivirágozni mindenféle. Jön az ősz, lehet aratni, lehet ide-oda vinni, a, ami benne van a növények, a fasz tudja, mi van ott. És télen megnyugszik a természet. És a természettel, ha együtt élsz, akkor te ezzel a harmóniával fogsz együtt élni. Télen te ugyanúgy fogsz viselkedni. Megfelelően, ahogy a természet. Nem lesz neked ellenedre a tél, a nyár vagy bármi. A tanulási folyamat pontosan ugyanígy zajlik. Ezen mindig végig kell menni. Az elején mindeg, mindig ki fogok állni, és mindig elmondom, hogy merre megyünk, mindig megmondom, hogy mit csinálunk, és a végén mindig lesz szabad kéz. És én csak azt nézem, hogy abba az irányba menjünk, amerre elindultunk. Ne ferdítsük el ne csináljunk az EOS-ból bakvirág terápiát. Hanem az EOS az EOS, mert ezt tanítom. Én a másikat nem tudom megtanítani. A levendula illatát nem tudom megkülönböztetni a finktól. Én csak az EOS tudom tanítani. Tehát ez a bonyolult ábrában a lényeg az, hogy van négy szakasz. És ezt a négy szakaszt, ha figyeled az életedben, hogy mit csinálsz, akkor rajta tudod kapni magadat, hogy te fogsz-e változni. Elkezdesz edzeni. Eltelt három hét. Nézed a tükörbe magad. Hmm. Szar ez a tükör. Megnézed a naplót és a tükröt, passzolni fog. Ha megnézed, hogy mit csináltál a, a, konditerembe, látod a tükörbe, hogy nem fogytál, viszont rengeteg új barátod van, akkor nem edzettél a terembe. Érted? megyek az edzőterembe, ott áll egy ilyen ember, ossza az észt. Attól izzad, hogy elment az öltözőjétől a fekvőpadig, vagy mi a fasznak hívják. És ott áll, és így támaszkodik a, mondják, az összes többi ember, áll mellett egy ember, kétszer 25 kiló így a kezébe, és beszélgetnek. Az izmosodik, mert nem tudja csinálni gyakorlatot, ott áll, és szóval tartja. A másikkal meg nem törtek semmi. Négy hónap múlva ugyanez a kép fogadott. Nyilván szar az edző. Hát ez igaz. Mert az edző közben mit csinál? Mobilózik. Van befektetett energia? Nincs befektetett energia. Várható a változás? Nem várható a változás. Lemész az edzőteremben, meghalsz. Második alkalommal meghalsz. A harmincadik alkalommal meghalsz. Van befektetett, energi befektetett energia? Van. Van remény, hogy változ. De ha hat hónap múlva is meghalsz, és nem élvezed, akkor kurva nagy baj van, mert nem mentél át a második zónába. Nem fogtad föl, hogy mit kell csinálni. Nem fogtad föl, hogy ez a te érdeked, és nem kell meghalni, hanem élvezned kell. És meg kell találni az élvezetet. Ha élvezed, hogy meghalsz, jön az eredmény. És utána megint lesz egy új szakasz. És aztán jön a pihenés. És ha nem pihensz, végleg meghalsz. De az már nem a fejlődés része lesz. Hanem rosszkor haltál meg. Akkor nem szabad akkor pihenned kell. Hogy mennyit? Attól függ, hogy mit hogy csináltál. Attól függ, hogy éppen mikor, melyik szakaszban vagy. Ez nincs leíró, hogy egy hét, két hét. Van egy tapasztalat az edzőknél, de ez emberenként változik. Folyamatonként változik, céltól változik. Hanem éppen mi történik veled, attól függ, hogy ez az időben hogy történik, mert ez nem úgy számolódik, hogy egy nap, két nap, három nap, négy nap. Hanem úgy számolik, hogy egy egységnyi idő, másik egységnyi idő, és így tovább. Nagyjából, ha fel akarom írni, így számolódik az idő. Ezek a szakaszok. Hogy melyiképpen hogyan történik, ez arányokat jelöl, és nem értékeket. Tehát az egyik idő a másik időhöz hogyan aránylik? Az egyik idő, ez ennek a kettőnek az összege. Ez ennek a kettőnek az összege. Ez ennek a kettőnek az összege. Ez a Fibonacci számsor. És ezek az arányok állnak itt össze ezen a tengelyen, és ezen a tengelyen pedig a, az aranymetszés törvénye. És ebből fog kialakulni, hogy mit kell csinálni. Azt kell csinálni. És akkor kell csinálni. Nem ráérsz, vagy nem érsz rá. Akkor kell csinálni. Az univerzum és az univerzumban lévő fejlődés leszarja a társadalmi kötelességeket. A jogokat is. A pozíciót, az egzisztenciát, Mind, mindet. Nem érdekli, nem létezik számára. Ez egy emberi fikció, ami egy baromság. Lehetne nélkül élni? Már nem. Mert már abban élünk sokkal jobban, mint a természettel. Tehát már oda kell figyelnünk a társadalmi fikcióinkra. Ez formálni kéne a megfelelő irányba. De hát ez csak lassan, mert különben baj van. De ha fejlődni akarunk, akkor kizárólag csak a természetet figyelhetjük. És annak a törvényszerűségeit. Nem arról van szó, hogy van időm edzeni, vagy nincs. Kell, vagy nem. Van kedven fölemelni a súlyt, vagy nincs. Kell, vagy nem. És melyiket? Hányszor? Ettől függ. Ezt kell valahogy eltalálni. Persze vannak szakmák, amik megfigyeléseken alapulnak, ilyen mondjuk az edzői szakma, és a megfigyeléseken az alapszik, hogy Ilyen és ilyen típusú ember, ilyen célra, ilyen edzéssel, ilyen állapotban, stb. nagyjából ezt kell csinálja, nagyjából, és az nagyjából stimmelni is fog, de az edző figyeli és érzékeli a jó edző, hogy neki mit kell csinálni. Hogy neki most más kell csinálni, vagy, vagy többet, vagy kevesebbet. Tehát nincs egy exakt mérték, hogy mit kell csinálni. Oké, okay van reményünk, fraktál jellegű a világ, ha jobbra lépek, a csillagok jobbra fognak menni. Van egy modellünk, ami alapján, ha nem tudnék jobbra lépni, akkor keresek valakit, aki képes jobbra lépni, mert ő neki, az ő csillagai tudnak jobbra haladni. Az enyémek nem tudnak jobbra haladni. Ezért keresek valakit, és az a valaki, aki tud jobbra haladni, azzal kezdek barátkozni, kapcsolatot létesítek. Á vagy béként. Nekem ugyanez kell. Tanulókat keresek azért, hogy fejlődjek. Tanítót keresnek az emberek, hogy fejlődjenek. Egy cipőben járunk, fejlődni akarunk. És most jön a másik része. Megvan a modellünk. A modellt gyakorlattá kell tenni. Tehát megvan az elmélet, a fraktál, megvan a líderfáló modell. Ezek matematikai modellek. Most jön a gyakorlat. Létre kell hozni az egészet a gyakorlatban. Létre kell hozni a harmóniát. Létre kell hozni a mozgást. Létre kell hozni, hogy energetizálódjunk, vezérejük az energetikai folyamatainkat és az információs folyamatainkat. Ha megnézzük a líder modellt, és megnézzük a fraktál jelleget, akkor azt kell tegyük, hogy valakivel társulnunk kell, akivel végigmegyünk megyünk így, és konkrét cselekvés lehet csinálni, és a cselekvés mindig a mozgáson kell alapuljon. Ezt tegnap vettük, az élet egyenlő önállóság és mozgás. Ez a definíciója. Bár az életek nincs elfogadott definíciója tudományosan, hanem feltételezések vannak, ötletek vannak arra, hogy mi az élet, és körül van írva, de egy valami, hogy mindegyik ötlet megegyezik, önállóság és mozgás. Tehát olyan tevékenységet kell keresek, amiben mozgás van. Egyszerű azok. Ok ahogy én mozgok, olyan a világom. Amilyen a világom, csak úgy tudok mozogni. Amilyen vagyok, úgy fogok mozogni. Élő vagyok, önállóan tudok mozogni. Tárgy vagyok, csak segítséggel tudok mozogni, és soha nem is fog tudni másképpen. Élő vagyok, tehát mozgok. De a mozgásomra jellemző az, hogy milyen az én világom. Ez azt jelenti, hogy Bármit javasolnak nekem, és én másképp akarok mozogni, nem fog menni. Csak azt fog menni, ami az én világomba belefér. Lehet, hogy valamilyen stílusban mozgok, vagy valamilyen mozgás jellemző rám, és tudok másképpen is mozogni, más stílusban is. Megvan a spejből és hurvinyek? De ez csak a spektrumom. A spektrumomon kívül viszont nem tudok megcsinálni mást. Egy másik ember viszont igen. Mert a másik ember spektruma teljesen máshol helyezkedik el. Miért? Mert ő teljesen máshonnan jött, más csillagok tartoznak hozzá. Teljesen más rajzolaton tal találkozik az univerzumban az ő azonossága, mint az enyém. Szeretnék úgy mozogni, mint ő. Nem azért, mert tetszik, ahogy mozog, hanem azért, mert én nem tudok úgy mozogni, és a spektrumomat tudná szélesíteni. És ha úgy tudnék mozogni, akkor elérnék valami más célt. Például úgy tudnék mozogni, hogy bárhogy próbálkozom megismerkedni valakivel, legyen ez a nagyő, legyen ez egy, egy elit üzleti klub, akármi legyen ez vagy legyen ez a Maldív, nem tudok oda menni. Akárhányszor próbálom, nem sikerül. Mit kell tennem? El kell kezdenem barátkozni olyannal, aki ott van. Miért? Mert ő neki sikerül. Egy a kérdés. Ha én barátkozom vele, neki miért érdekes, hogy velem barátkozzon? Csak akkor fog segíteni, ha ő meglátja bennem a spektrumnak azt a részét, amivel ő nem rendelkezik. Cserélünk. Ezek nem ilyen exakt dolgok, hogy oda megyek, hogy te itt vagy az üzleti klubban, és mennyire elegánsan tudsz ott állni a koktélla. Ő meg rám néz, én meg flagman állok, és ő meg hú, de tetszik, hogy milyen flagma vagy és akkor kicseréljük, és akkor ő lesz flegma, süttyó én meg elegánsan fogok menni a nyolc kerbe egy koktéllal, vagy sétálgatok. Ennek így nem lenne értelme, hanem annak van értelme, hogy ha mi találkozunk, akkor egymásra hatunk. Mindenképpen. Persze, nyitottság és képesség kérdése. Nyitottnak kell lenni ahhoz, hogy történjen valami. Attól és a tábla az ilyen jó házasság, ugye? Mert a toll mit ér maga, saját maga? Nem tud információt átadni. A tábla meg szintén nem tud információt átadni. Viszont a kettő, ha együttműködik, azonnal valami használható mások számára értékes dolgot tud adni. Információt tud közölni. Tehát ez egy jó együttműködés. Most két életelen dologról beszéltünk. Kézzeljünk el két élő dolgot, két embert. Egyik ember és a másik ember. Az egyik ember tud valamit csinálni, mondjuk festeni tud, a másik ember viszont bárkinek el tudja magyarázni, hogy az a festmény értékes. Ugye ez nem rossz dolog. Mert ez, aki festeni tud, ez a festményéről azt mondja, hogy hát ez, 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 ez fejezi ki, hogy a világ jön, és akkor szerelmes lesz ez bele, és, ez, és akkor megkérdezi mindenki, hogy és ez hol van lerajzolva. Ez nincs lerajzolva, ez érezni kell. van oh, faszom? Hát, akkor megveszem inkább az ráva rajzolva egy négyzet, azt értem. Ott van a New Yorkban járatos üzletember, aki ránéz a képre, azt a kurva, ez pont annyira érthetetlen, hogy bárkinek eladjam. És jön a valaki, "Ez mit ábrázol? Szerintem kb. 50-70 év múlva fog kiderülni. Ó, oh, mennyibe kerül? Hát csak a festék rajta 2000 dollár. És akkor, oké, okay, mennyire vehetem meg? Hát, 200 ezerért. És miért? ez csak neked van. Kész, ennyi. Ezt nem tud mondani a festő. És ez a fasz, ha ezt mondja, akkor megveszik tőle. Őnekik együtt kell működniük. Miért? Mert ő nem tud festeni hülyeséget. Ő meg nem tud mondani hülyeséget. A kettő együtt 200 ezer dollár. Minimum két képesség kell a sikerhez. Ha nincs, akkor barátkozni kell. Ez egy egyszerű együttműködés. Ebből nem tanult meg egyik sem semmit. Csak lehet látni, hogy ha a képességeket, ha összerakjuk, akkor új lehetőségek nyílnak. Az élet mindig olyan, hogy ha te valahol vagy, akkor te a környezetből felszívod azt, ami ott van. Bárhova mész, kiállsz oda teraszra, megállsz, és átteszed a környezetet. Elsősorban egyébként fázni fogsz, tehát azt fog először megjelenni, ha nem fáznál sokáig állnál, akkor már egyéb más dolgot is érezni a természetből, de mindenképpen az emberi képesség a természet olyan, hogy lemásolja a környezetét. Ez is egy tény. Bármit csinál az ember, a környezetével interaktív reakcióba lép. Lead magából és felvesz a környezetből. Nem kell hozzá semmilyen tudás. Semmilyen tudomány. Ez egyszerűen mindenkivel megtörténik. Az más kérdés, hogy ezt az egész folyamatot meg lehet erősíteni. És ez már képesség kérdése. Ezt nevezük már mágiának. Hogy a természetes folyamatokat megerősítjük úgy, ahogy az a természetben önmagától nem fordulna elő. Ez mágia. Ezt meg lehet tanulni. De az tény, hogy te odaülsz egy okos ember mellé, és interakcióba lépsz. Ő hülyebb lesz, te okosabb leszel. Átmegy egyik a másik. De általában nem így van, mert a hülyeség az egy hiány, az okosság meg egy plusz, és csak a plusz dolog tud átmenni egyik emberből a másikba, a hiány nem tud átmenni. Viszont benned az a valami plusz, ami van, az át tud menni. Például a te pluszod az ő számára, ami egyébként önmagában nem lenne érték egyéb más ember számára, csak a kellően okos ember számára a te hiányod lesz. Hogy benned nincs meg valami, ami benne megvan, és ez neki plusz. Egy másik embernek, aki ugyan, akinek ugyanígy nincs meg az, ami neked nincs meg, annak ez nem érték. Viszont ha valaki sokkal, sokkal, sokkal többen rendelkezik, és odaül mellé valaki, akinek hiánya van, akkor az a valaki láthatja abban a hiányban, hogy oda be lehet rakni azt, amilyen van. És ha ő azt oda belerakja, akkor elindít egy folyamatot. Egy olyan folyamatot, amin keresztül aktivál, aktivizálódik az ő tudása. És ahogy aktivizálódik, gerjesztődik, és ahogy oda átmegy, ő benne tovább fog haladni önmagától. Tehát ő tanulni fog az átadás során. Ő lesz a tanító. Ő pedig kapja a plusz információt, megkapja. Tehát ez egy jó házasság. Egyikből átmegy a másikba. A fejlődéshez plusz dolog szükséges. Akkor beszélünk fejlődésről, ugye ahogy beszéltük, ha holnap többen rendelkezel, mint ma. Vagyis berakódik a szervezetedbe valami plusz, ami nem volt ott akkor fejlődtél. Ha az ott nincs, akkor nem fejlődtél. Akkor te csak hallottál valamit, átment a füleden, megismételted, és kész. Nem tudod, nem, nem ért, értelmezheted az egészet, mert nincs benned. Van egy régi feltételezés, hogy te bizonyos dolgokat, ha nem láttál, akkor te azt nem is láthatod, ha megjelenik előtted. Tehát, ha mi nem láttunk még mit tudom én, egy űrhajót, ami ilyen alakú, akkor az hiába száll ide, és integetnek belőle a turisták, te elmész mellette, nem látsz semmit. Mert a te szoftvered csak az képest felismerni, ami benned van, amit már láttál. Ez egy ellentmondásnak tűnik, hogy akkor, ha bennem van, csak akkor látom, akkor hogy látok meg új dolgokat. Hát úgy fogsz meglátni új dolgokat, Hogyha megjelenik valami, ami abszolút semmilyen módon nem hasonlít semmire, ami benned van, akkor az láthatatlan marad. Ezért annak kell csinálnia valamit, ami hasonlít ahhoz, ami benned van, akkor van egy pont, és egy kis részletét már berakod magadba abból a valamiből, de még mindig nem látod az egészet. Majd megint megjelenik, megint beraksz egy kis részt, és ilyen apró kis darabonként bepa bepakolódnak ilyen kis csomagok, és egyszer csak összeáll egy kép, és amikor megjelenik, akkor észrevesz, hogy oh, a űrhajó, űrhajó hetedjére láttad. Csak akkor veszed észre. Az előző hat, az csak lerakja a kis lenyomatokat, amik összekapcsolódnak, így lesz egy modelled arról, ami ott van, a kettő összekapcsolódik, értelmezni fogod tudni. Energetikailag és információ szempontjából érzékelheted, hogy ott van. De nem fogod látni. Nem fogod értelmezni. Csak akkor, ha már sokszor érzékelted. És ebből az energetikai információs érzékelésből rakodik össze a kép, vagyis az alap, a modell benned, és így fogod látni. Tehát egy plusz dolog kell, hogy bejöjjön ahhoz, hogy te meglásd azt, ami ott van. Akkor fejlődtél. Most már látod azt a valamit. Tehát fejlődni kell, plusz dolgot kapsz, ami azt jelenti, hogy ha plusz dolog kerül ide, az valahol el kell férjem. Az a plusz dolog, ha itt van, akkor lesz a tied, ha az össze van kapcsolva veled. Tehát struktúrálódni fogsz, át fogsz formálódni. Mert a struktúra fogja megadni azt, hogy te mire vagy képes. Nagyon egyszerű. Minden attól függ, hogy milyen a struktúrája. Ennek ilyen a struktúrája, ilyen hangja van. Ennek más a struktúrája, más hangja van. Ennek más a struktúrája, más hangja van. Szóval nagyon fontos az, hogy mi miből van. Ha valamilyen plusz dolgot szerzünk, akkor a meglévő energetikai és információs rendszerünkbe ez be fog épülni, más lesz a struktúránk. És ha más a struktúránk, akkor teljesen másképp tudunk mozogni. Más lesz a képességünk. Tehát új képességekre van szükséged? Boldog akarsz lenni? A csillagokat meg tud mozgatni. Nem egyedül, Minimum ketten kell legyetek. Mozognot kell. Új dolgot kell szerezned, potenciál különbséggel kell rendelkezz. Az új dolog be kell épüljön, struktúrálódnod kell, <kül> és ha ez mind megvan, akkor lesz fejlődés. Akkor lesz más az életed. Honnan fogom látni? Úgyhogy megnézem, hogy hogyan mozogsz. Hogy mozogtál ma, és hogy mozogsz holnap. És ha másképp mozogsz, nem kell látnom se a csillagokat, sem az életedet, se a KFT-det, se a szépszámodat, semmit. Csak a mozgásodat. Ezért úgy nézem meg, hogy mit lehet csinálni, hogy ismerem azt, hogy ha a világban valamit vizsgálunk, azzal meg is változtatunk. Tehát nem diagnosztizálunk, hanem egyszerűen, amiközben mozogsz, egyben nézem, hogy mi történik, és már egy fejlődési folyamatba helyezlek el. Ezért minimum összekapcsollak valamivel. Vagy egyedül vagy, és a térrel összekapcsolak, vagy egyedül vagy összekapcsolok a térrel és a zenével, vagy egyedül vagy összekapcsolok a térrel a zenére a fényel, vagy egyedül vagy összekapcsolok a térrel zenével fényel magammal, közönséggel, vagy még hozzád kihívok valakit, és ezek mind-mind új felállások, új összeolvodási lehetőségek. Tehát az egész EOS rendszert úgy építem föl, hogy minden esetben modellezek, tehát a fraktál jelleget kihasználom. Modellezek, és amiközben te bármit csinálsz, a közben azt figyelem, hogy milyen nagy dolgokat vagy képes elvégezni a világban. Minden egyes feladat modellen alapszik. Így az expert operátor feladatok, így a Matrix feladatok, ami szintén expert-operátor, A kategóriás feladat. Most B kategóriás feladat. A másik, hogy mindig olyan módszert választok, az összes gyakorlatot úgy állítom össze, hogy minimum ketten legyetek. Mert akkor van átadás. És ha van átadás, akkor van plusz dolog, ami be tud épülni, már pedig, ha van átadás, és elindítok egy folyamatot, tehát mindig modellezek egy potenciál különbséget minden esetben, és a potenciál különbség miatt elindul az energetikai és információs áramlás, és ha ez a kettő elindul, akkor az anyagot megváltoztatja száz százalék. Az anyag pedig te vagy. Te pedig egy olyan különleges anyag vagy, ami a környezetnek a jellemzet, jellemzetességét fölveszi, pont úgy, ahogy a víz. Bármi beöntöd a vízet, fölveszi az alakját. Bárhol helyezkedik el a víz, fölveszi az energetikáját és az információtartalmát tartalmát a környezetnek. Az ember egészséges állapotok kortól függően 50 és 80 százalék folyadékból áll ha ez az ember bárhol van, az azt jelenti, hogy ez a nagy százalékú százalékú alkotóelem ez fölveszi a környezet információját és energetikáját. Tehát csak körülményeket kell létrehozzak, a körülményekben biztosítanom kell a potenciál különbséget, és minden esetben a mozgást, és akkor te át fogsz struktúrálódni. Ha átstruktúrálódtál, látni fogjuk a térben, hogy az egyéb elemek körülötted hogyan képesek mozogni. Mert ez szerint a struktúra szerint fognak mozogni. Ha aktivizálod saját magadat, akkor az is aktivizálódik. Így fog működni az EOS rendszer. Így fogod otthon az expert operátor rendszert használni. Hogy az a tied? Itt átstruktúrálódsz és otthon már csak működik. Persze életre kell hívni. Fel kell töltődni. És erőt kell berakni ahhoz, hogy az életben megjelenjen. Dolgozni kell. Ez szerint. Hát ez az EOS, ez jelenti az EOS, és így használhatod az életben, amit a szemináriumon tanultál. Megpróbáltam összefoglalni a tavalyi két fő kérdéscsoportot, ami mi az EOSZ, és hogyan használhatom az életben című kérdéseket. Van-e kérdés?